Kedves nézőink, szeretettel köszöntünk titeket életvédő műsorunk következő adásában. És én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, hogy figyeltek, hogy ezzel a, a nagyon nehéz, óriás, kiemelkedően nehéz témával, az abortusz témájával együtt birkózhatunk. És tudjátok, mi keresztény emberek vagyunk, hívő emberek vagyunk, olyan emberek, akik Istennel kapcsolatban vagyunk, ezért ebből a, a a szemszögből nézünk rá erre a kérdésre, de, de tudjuk, hogy nem csak keresztények tevékenykednek ebben a témában, viszont nekünk, keresztényeknek, bárhol is vagyunk, bármilyen is a, a, az életünk, a szolgálatunk, mindenképpen dolgunk van az abortusz kérdésében. Mindannyiunknak. Mindannyiunknak feladata van. Ebben a kérdésben, függetlenül attól, hogy, hogy milyen kicsinek vagy nagynak érezzük magunkat. Sőt, Isten kiemelkedő eszközöket adott a kezünkben az abortusz kérdésével kapcsolatban. És az egyik ilyen kiemelkedő eszköz, ami a kezünkben van, az az imádság. Az imádság ami amit ugye sajnos a, a, azok, akik akik nincsenek kapcsolatban Istennel, akik, akik nem ismerik őt, nem tudnak használni, nem tudnak alkalmazni. De itt van a körünkben Hajdani Józsefné Magdi, aki a, a 40 nap az életét mozgalomnak a, a Magyarországi vezetője. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, szeretettel üdvözlünk, köszönjük. és Szeretném kérdezni azt, hogy, hogy mi ez a 40 nap az életért mozgalom? Elmondanád a, a, a történetét, a célját és a, a tevékenységét? A 40 nap az életért ima, bőjt és békés jelenlét, ez egy nemzetközi kampány, ami évente kétszer van. Tavasszal a szerdától, virágvasárnapig és szeptember utolsó szerdájától a általában november elején, november első vasárnapjáig. Ez Texasból indult kezdeményezés. Egy Magyarországon, magyarul is szinkronizált, magyarra szinkronizált filmben is jól látható ennek a kampánynak a, az eredete és a működése. Ez a Váratlan Élet című film, és 2007-ben először egy abortusz intézmény előtt álltak keresztények és imádkoztak azért, hogy a városukban véget érjen az abortusz, és az áldások szálljanak erre a városra, és minden családra is, és ezt követően már 2010-ig már egyre több város csatlakozott ehhez először Amerikában, majd aztán túlépte az amerikai kontinenst, és most már világszerte mondhatjuk, hogy, hogy, vannak ilyen kampányok. Úgyhogy ezekben a kampány időszakokban szinte ez az ima bőjt, békés jelenlét, ami mindig egy olyan intézmény előtt zajlik, ahol végeznek abortuszt is, hogy azokat, akik abortuszra készülnek, ez a békés, imádságos jelenlét, esetleg feliratok, vagy esetenként beszélgetések, a édesanyák szívét és a abortuszra készülőket még az utolsó pillanatban elérhesse akár, hogy az életet válasszák, ahogy az ige is tanácsolja, hogy lehetőleg az életet kell választani. Tehát, Jelenleg 703 városban van világszerte. Gyönyörű, És hogyan kezd ezt elképzelni? Tehát, tehát tulajdonképpen mi történik itt? Itt 40 napon keresztül akkor ö, zajlik egy, egy imádság kint a, a, az utcán vagy a téren egy, egy, egy kórház előtt? Hogy hogyan kell ezt Pontosan így történik, igen, hogy... Ö, egy olyan intézmény előtt vannak ezek a helyszínek közterületen, ahol abortuszt is végeznek, és mivel ez legfőképpen az imádság erejéről beszéltél az elején, de, de a másik két erős fegyver az a bőjt, és az ige ismeret, mert Jézus is a pusztában, amikor 40 napig megkísértetett, akkor az ördög feltett ajánlataira Jézus is a megfelelő igével tudott erőteljesen válaszolni és ellenállni azoknak a kísértéseknek, amiket az ördög eléje tett, és, és mi is ezeket a... Fegy szellemi fegyvereket használjuk, mert hogy nem test és vélelem van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi magaslatok ellen, és látjuk uh, életvédőként, hogy a halál szellemisége milyen sok embert megkötöz, uh, és fogva tart, és nem, nem, nem tudnak uh, ezek a kötelékek miatt, nem, nem tudnak nyitottá válni az evangélium elfogadására. Úgyhogy az ima ez egy ima szolgálat. <laughs> Ez a békés jelenléttel, és váltott imádkozókkal zajlik. A világszerte legtöbb amerikai helyszínen 12 vagy 24 órás szolgálat, ima szolgálat. hasonlóan ahhoz, ahogy vannak mondjuk 72 órás dicsőítések, akkor azt általában már ismert, hogy Váltott dicsőítő csapatokkal bonyolítják le. Mi a helyszínen váltott imádkozókkal tudjuk kitölteni a napi 12 órás szolgálatot, és vagyunk úgy elérhetők azok számára, akik csatlakozni szeretnének. Hiszen az Ige szerint, ahol ketten-hárman összegyűlnek, ott Isten ott van velük, és mi is így mindig reményteli szívvel várjuk azokat, akik ebben hozzánk csatlakoznak, hogy minél hamarabb tudjuk, az, tudja Isten is a szíveket megváltoztatni, és az emberek gondolkodását is megváltoztatni ebben a kérdésben, hogy ne a törvény, ami megengedi az abortuszt, hanem a szívükbe is törvény, vagy a a lelki ismeretük tudjon megszólalni, és ezen a módon örömmel fogadják azt az ajándékot, amit Isten ad nekik, és tudják a nehézségek ellenére ezt, ezt a feladatot szülőként látni hogy felnevelnek egy-egy gyereket, vagy többet. Nagyon jó. Tehát visszatérve magára a szolgálatra, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy egy, egy kis csoport, egy, egy kórház vagy intézmény előtti téren, egy ilyen kis csoportban imádkozik, és, és az imádkozók váltják egymást, valaki ott van egy vagy több órán keresztül, akkor amikor el kell mennie, jön valaki más, és akkor ez, ez, ez az imádság, ez így működik? Igen, nagyon elkötelezett keresztényekre van szükség, olyan értelemben, hogyha elvállalja, hogy eljön és ott velünk imádkozik, akkor, akkor az az igen, az úgy legyen igen, hogy le kell váltania valakit, és, és akkor annak, ha a dolga van, akkor tudjon továbbmenni. És persze lehet csak úgy oda térülni is, hogy akár csak egy fél órát ott tölteni velünk, hogy egy-egy imádságra összekapcsolódni azokhoz, akik éppen ott vannak. Tehát, hogy így két része van a szolgálatunknak, van egy részről azok az elkötelezett szolgálók, akikkel ezt a 40 napon keresztül a 12 órás folyamatosságot tudjuk biztosítani, és vannak azok, akik ezekhez a személyekhez tudnak csatlakozni, és bármikor rövidebb vagy hosszabb időt ott tölthetnek velünk együtt imádkozva. Említetted azt, hogy, hogy van, amikor alkalmatok nyílik beszélgetni, olyan édesanyákkal, akik, akik esetleg már mennek az abortuszra, vagy fontolgatják az abortuszt. Esetleg tudnál mondani egy egy példát egy ilyen beszélgetésről? A magyarországi szolgálatban ez viszonylag elég ritkán fordul elő, mert az a különbség a magyarországi és az amerikai helyszínek között, hogy Amerikában elkülönítették az egészségüttől az abortuszt, és ott abortuszt intézményekben, ami profitorientált intézmény, ilyen helyszíneken végzik. Tehát sokkal eredményesebbnek látom azokat a, azoknak a csoportoknak, az ima csoportoknak a tevékenységét, mert nekik ott tényleg van lehetőségük megszólítani, mert tudván tud, tudják, hogy, hogy egy ilyen intézménybe mennek, és valószínűsíthetőleg leginkább ebből a célból mennek. Magyarországon ismerjük, hogy egy kórházban többféle osztály van, tehát, hogy itt azért annyira nincs nekünk lehetőségünk megszólítani az embereket, mert többféle osztályra mehetnek, és más célból is érkezhetnek. Úgyhogy arra kell hagyatkoznunk, hogy valaki minket megszólít. Vagy a tábláink, a felirataink az ő szívüket megszólítja, és ennek kapcsán oda jönnek hozzánk és érdeklődnek. Nekem most a kampány elején volt egy olyan beszélgetésem, hogy egy férfi jött, és érdeklődött, hogy mi is ez, amit csinálunk, és feltárta előttem, hogy neki volt két olyan hölgyel kapcsolata, akik az állapotosságukat elvetették, és most egy újabb kapcsolatban él, és hogy ott meg szeretnének gyereket, de egyelőre nem, nem kaptak még ilyen ajándékot Istentől, és hogy, hogy érződött a beszélgetésünkön, sőt, amikor beszélt erről, hogy, hogy már lehetne neki két gyereke, akkor könyv a szemébe, tehát tényleg nagyon sokan érintettek ebbe, és nem, nem tudjuk, hogy hogy akik nem szólítanak meg azokban, milyen folyamat zajlik le a jelenlétünk során. De tudok olyan vidéki helyszínről, ahol, ahol egy fiatal házas pár az abortuszra hajlott inkább az állapotossággal, és imádkoztak érte, és úgy, döntöttek, úgy döntött ez a pár, hogy megtartják a babát, úgyhogy már meg is született ez a baba, majd kiderült, hogy, hogy az anyuka állapota miatt, betegsége miatt nem adták ki a kórházból. És akkor, elkez, és akkor elkezdtek azért imádkozni, hogy tudjanak azzal a kórházi védőnővel beszélni, hogy milyen segítséget nyújthatnának ahhoz, hogy a, a kisgyerek valami családban nevelkedhessen fel szeretetben. És alig, hogy elmondták az imát, egy pár perc múlva megjelent a kórház védőnője, akit úgy látásból ismerték, csak, ismertek, csak nem volt kapcsolatuk vele. És akkor felvilágosítást adott nekik arról, hogy, hogy milyen okoknál fogva maradnak kórházban a gyerekek, de ezt a mostanában a sajtóban is elég sok helyen megjelent, hogy többféle ok van, amiért a kórházban tartják a megszületett gyermekeket. És újra elkezdte imádkozni, és éppen tegnap este küldte egy hangüzenetbe, hogy a nagymama magához fogadta ezt a pici unokát, és azért érdekes ez különösen, mert a nagymama volt először az, aki tanácsolta a lányát, hogy vetesse el a gyereket. Uh -huh. Úgyhogy az imának valóban ereje van, és Isten keze mozdulni tud, ha mi készek vagyunk a magunk részét megtenni ebben. Nagyon-nagyon köszönjük. Magdi, esetleg elmondanád, hogy te hogyan kerültél bele ebbe a Ebben a mozgalomban egyáltalán hogyan merült fel benned, hogy, hogy szeretnél valamit tenni az abortusz hmm. kérdésében? Hát Isten megmentő kegyelme kellett hozzá először is. Nem jártam Isten útján, és ez egy parázna kapcsolatot is eredményezett az életemben, amiből nem terveztük, de fogant egy gyermek, akit... Úgy láttam a körülmények miatt, hogy ha megengedi a törvény, akkor inkább elvetetem. És nem is gondoltam, hogy ezzel mi, mi, milyen ez következ, milyen következményekkel járhat. És több évvel később egy depresszióba kerültem. Onnan vettem ezt érte, észre, hogy a három felnőtt gyerekem már megoldotta, hogy ne legyek sose egyedül. Mert túl sokat sírtam és aggódtak értem. És ez felhívta a figyelmemet arra, hogy valamit kezdenem kellene, nem akarom, hogy a, a gyerekeim aggódjanak ennyire értem. És akkor egy depressziós rehabilitációra elmentem, ahol annyit megtudtam, hogy nekem kell az életemen változtatni. és Onnan kijöttem, akkor úgy gondoltam, hogy akkor kell nekem egy olyan kapcsolatot találnom magam számára, ami realizálható, és ezért elfogadtam egy ismételt meghívást, egy keresztény testvérnő. Nem adta fel a reményt, hogy újra és újra hívjon engem, és most nem egy gyülekezeti alkalomra hívott meg, hanem egy kis csoportos agapé szeretett vendégségre, és azzal a gondolattal ment, fogadtam el ezt a meghívást, hogy hát talán találok magam mellé egy olyan társat, aki, akivel tovább élhetem az életemet, hiszen már a fel, gyerekeim felnőttek, és hogy valami újabb cél lehessen az életemben. És akkor ott találkoztam Istennel. Nagyon nagy szeretettel fogadtak azok a testvérek, és éreztem azt a törődést, amire mindig is szükségem volt. És találtam egy társat, csak ez nem egy földi társ volt, hanem, hanem maga Isten. És amikor elkezdtem a gyülekezeti alkalmakra járni, akkor egy séta az életért rendezvényt hirdetett Görgei Zsuzsanna, és én úgy gondoltam, hogy én mivel érintett vagyok ebben, hogy nekem is volt abortuszom, ja, ezt szerintem kihagytam, hogy, hogy a megtérésem után erre ráébredtem, hogy a depressziómnak az igazi gyökere az az abortuszom volt, hogy minden másra gondoltam, mert egyáltalán nem, de ez a bűnrendezéskor felszínre jött, és olyan kegyelmes volt velem Isten, hogy olyan ö, ö, lelki gondozóim voltak, akik a kiáltás az életén, életért egyesületnél pontosan tudták, hogy, ö, hogy ezzel hogy kell foglalkozni, és ö, hogy kell ebből kivezetni ö, gyógyulásra embereket. És akkor ö, ö, ez a séta az életétre való meghívás, ez nagyon megszólított engem, hogy ott egy bűnbánatot lehet gyakorolni. Majd a séta után elkerültem én is a kiáltás az életért egyesülethez, én is ott elvégeztem egy istenfélő tanácsadó képzést, hogy hogyan beszélgethetünk és hogyan segíthetünk bajba jutott válsághelyzetbe jutott embereknek abban, hogy komolyabban megfontolják azt, hogy egy ilyen helyzetben mit döntenek, milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésükre. És ez a kiáltás az életért egyesület szer közössége tartott ima alkalmakat. Pont azért, hogy az életvédelmi szolgálatok kiteljesedjenek. És ezt az ima csoportot kereste meg dr. Téglási Imre, aki valahonnan már ismeretet szerzett a 40 nap az életért szolgálatról, és így valósult meg az ő vezetésével 2017-ben ez az első 40 nap az életét szolgálat a Szent István kórház előtt, ahol én koordinátor voltam. És sok-sok magán bizonyság után Isten azt is bebizonyította nekem, arra is rálátást adott, hogy mennyire kedvesnek ki ez a szolgálat, hogy a semmiből előhozta az embereket, és, és ott együtt imádkozhattunk ezért a dologért. De túl kevesen voltunk hozzá, és nem, nem voltunk kellően felkészülve arra, hogy hogy kell egy ilyen szolgálatot lebonyolítani. És az az első szervező csapat az nem, nem, a, nem akart egy újabbat szervezni. De Isten az én szívemben nem hagyott ebben béként. És uh, mikor nyugdíjas lettem, akkor úgy gondoltam, hogy uh, talán lesz elég ember ahhoz, hogy. Uh, hogy felváltva mégis egy ilyen 12 órás szolgálatot el tudjunk látni. Na de ha mégsem lenne, akkor én odaáldozom erre a szabadidőmet, hogy akkor én legyek ott szolgálatban. És így vízre léptem 2021-ben, és azóta már most a 8. budapesti kampányt szervezzük. És hát Isten megáldotta azzal, hogy adott ebbe a csapatba szolgáló testvéreket, imádkozókat és adott új helyszíni szervezőket, úgyhogy most már több vidéki városban is elkezdtek ilyen ima szolgálatok működni. Magdi, nagyon-nagyon köszönjük, és hogyha keresztényként nézed ezt az adást, lehet, hogy neked is dolgod van azzal, hogy bekapcsolódj, legalább az imádság szintjén ebbe a, ebbe a küzdelembe, ebbe a birkózásba, ami az abortusz kérdésében megy. Azt szokták mondani, hogy, hogy, hogy azután kezdhetünk valamit tenni, miután imádkoztunk. De ima nélkül ugye nem nagyon, nem nagyon fognak előre haladni a dolgok. Magdi, még hadd kérdezzem meg azt, hogy hogyan lehet hozzátok csatlakozni, hogyan lehet titeket elérni, ha valaki szeretne menni imádkozni, mikor, hova menjen? Budap a budapesti szolgálat az a Hugonnai Vilma téren van naponta héttől este, reggelhéttől este hétig. Ez, ez most megy, ugye? Ez most megy, november harmadikáig. Tehát most a szeretettel várunk ide, akkor is, hogyha csak arra jársz, vagy kár csak egy fél órára, vagy egy órára, de hogyha jelentkezel az utódainkért, kukacgmail.com e-mail címen, akkor egyeztethetünk időpontot is, amikor esetleg szolgálatot is válasz, vagy imádkozást válasz, és akkor tudunk előre örülni neked. Magdi, nagyon-nagyon köszönjük a munkátokat, a szolgálatotokat, Isten áldjon meg titeket. Minden jót kívánok mindenkinek. Engedjetek meg néhány gondolatot így az adásnak a végén. A témát, amit hoztam, egy, 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 óriás téma, az a címe, hogy a biblikus világnézet, ugye az egyetemen egy fél évig tanítják, megpróbálom öt percben összefoglalni, kicsit úgy, hogy hazajöjjön a szívünkbe. Ugye az életünk, hogyha elképzeljük, el tudjuk képzelni, hogy olyan, mint egy utazás. Lehet egy utazáshoz hasonlítani, ami a fogantatástól kezdődik, és az utolsó lélegzet Vételünkkor ér véget itt a Földön, és akkor bezárul egy könyv, ami arról beszél, hogy, hogy, hogy mi történt velünk, mit csináltunk, mit hagytunk hátra örökségül, jót vagy rosszat. És ez alatt az idő alatt, ahogy, ahogy élünk ezen a Földön, kiformálódik bennünk egy, egy rálátás a világra, a benne, benne zajló folyamatokra, Uh, személyes, közösségi, családi, társadalmi szinten, és alakul bennünk egy egy nézőpont, uh, ahogy a, a, a világunkat és a, a korunkat értelmezzük. Uh, sajátos tapasztalataink, tanulmányaink uh, 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 befolyásolják ezt a, ezt, a nézet, uh, ezt a nézetet, ezt a nézőpontot. Szóval ezt úgy hívjuk, hogy hogy, hogy világnézet, egyfajta életfelfogás, elképzeléseinknek az összessége, egy, 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 egyfajta szemüveg, amin keresztül vizsgáljuk a, a, az életnek a valóságát, mindent, amivel találkozunk, mindent, ami ér minket, ami meghatározza a mi felfogásunkat, hozzáállásunkat, viselkedésünket, döntéseinket és az életvitelünket. Tehát az a, 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 világnézet az olyan, mint egy, mint egy, mint egy szemüveg, egy, egy napszemüveg, amin keresztül nézed a világot, a saját életedet, a, a, az életnek a történéseit. És ez a, a szemüveg, ez a világnézet szemüveg határozza meg, hogy, hogy, hogy hogyan gondolkozol dolgokról. Például felteszek egy kérdést, hogy mit gondolsz a hajléktalanokról. A világnézetet fogja meghatározni azt, hogy hogyan gondolkodsz róluk. Vagy egy olyan kérdést teszek fel, hogy, hogy hogyan kell egy családnak viszonyulni az idős szülőkhöz. A, a, világnézetet fogja meghatározni az, hogy, hogy, mit válaszolsz erre a kérdésre. Vagy az a kérdés például, hogy, 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 mikortól számoljuk a, a, az embernek az életét. Ki határozza meg, hogy hogy, 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 hogy honnan ered, és mikortól ember az ember. A világnézetet fogja meghatározni erre a kérdésre adott válaszodat. Na most a helyzet az, hogy, hogy, van Istennek is egy látása, Istennek is egy, 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 egy rálátása erre a világra, ne haragudj már, hogy, 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 ilyen explicit hozom Istent, de hogyha ha az ő rálátását, az ő világnézetét szeretnéd megtudni, akkor, akkor van egy, egy, egy elsődleges forrás, amin keresztül ezt megláthatod, ez a, ez a Biblia, a Szentírás, amit a, a kezemben fog, kicsit olyan, mint egy, mint egy távcső, amin keresztül ránézel arra, ami körülötted folyik, a világra, ami, ami körülötted zajlik, és, és meglátod benne azt, hogy, hogy vajon, vajon Isten mit gondol ezekről a dolgokról, vajon Isten hogyan látja. Azt is Látnunk kell, hogy ugye a keresztények, ők nem mindig hordozzák a, a, a biblikus világnézetet. Ez az egyik nagy szomorúságom nekem személyesen, hogy, hogy a, a keresztények többsége sajnos nem ismeri, nem olvassa a Bibliát. A másik dolog viszont az, hogy, hogy mi emberek, amíg még, Uh, ugye a, a, az életnek a földi oldalán vagyunk, akkor csak tükör által homályosan látunk. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha teljes szívből hiszünk és ismerjük a Bibliát, és jól ismerjük a Bibliát, uh, akkor is azzal az alázattal kell élnünk, hogy teljesen tisztán csak a, a feltámadás után tudunk látni. Szóval van egy ilyen dolog, hogy a, a világnézet, és van egy ilyen dolog, hogy a a, a biblikus világnézet, amelyel alázatosan megpróbáljuk úgy értelmezni, úgy látni a világot, ahogyan, ahogyan Isten látja. És még egyszer mondom, ebben segítségünkre van a Biblia, a Szentírás távcső, de ezen kívül még, még, rengeteg más segítséget ad Isten, itt vannak a, az élő keresztény közösségek, stb. Ilyen kérdésekre Keressük a választ. Például, mit mond a Biblia Istenről? Mit mond a Biblia a teremtésről? Mit mond a Biblia az emberről? Mit mond a Biblia arról, hogy mi a jó és mi a rossz? Mit mond a Biblia a gyengékről, az elesettekről? Mit mond a Biblia az élet alábecsüléséről, és mit mond a Biblia az abortuszról? Erről néhány ha szót hadd mondjak, mert az abortusz szó a Bibliában explicit nem szerepel. Mint fogalom nem jelenik meg benne. Ennek ellenére a Bibliának nagyon sok mondani valója van az élet és a halál kérdéséről. Ami az élet kezdetét, keletkezését és formálását illeti, a Biblia nem tesz különbséget a fogantatás, a várandóság és a szülést stádiumai között mindezeket az emberi élet korai szakaszának tekinti, ír ugye a fogantatás, az anyamékről, az anyamékben való formáltatásról, a szülésről, de ennek minden stádiumát életként fogja fel a Biblia. Életként, amit Isten alkotott, Isten teremtett, és aminek Isten megtiltja a kiírtását. Ugye a Szentírás arra tanít, hogy legyünk a a gyengék védelmezői, azoknak a szószólói, azoknak a védelmezői, akik nem tudnak uh, saját maguk érdekében felszólalni. Ezért minket hívő embereket, akik szeretnénk megérteni a világot Isten szemével, különös tekintettel hív uh, Isten minket arra, hogy, uh, hogy, hogy kialakuljon bennünk ez a biblikus világnézet. amelyben felfogjuk azt, hogy Isten egyedül méltó arra, hogy mind az élet kezdetét, mind a végét ő határozza meg. Egyedül ő ismeri az emberi életnek a valódi értékét, uh, amit meg is mutat nem csak a teremtésben, hanem abban is, hogy az ő egyszülött fiát Isten keresztvának halálára adta minden emberét, hogy aki hisz, elnevesse, hanem örök életet nyerje. És amikor a biblikus világnézettől elszakadunk, eltávolodunk, akkor egyre furcsább dolgok kezdenek beleférni a gondolkodásmódunkba.